Ezek a felvételek Grazban készültek, itt rendezték meg 2021-ben a Euroskills szakmai versenyt, amely 2 hete ért véget. Ez volt a 7. európai szintű megmérettetés a fiatal szakemberek, vagy még tanuló tehetséges fiatalok számára. A magyar csapat idén is szép eredményekkel térhetett haza. Aranyérmet szerzett egy épületasztalos, egy kertépítő, egy szépségápoló és egy webfejlesztő is. Egy szabolcsi fiatal pedig villanyszerelőként vett részt a versenyen és ért el 4. helyezést. A villanyszerelő versenyszám az úgy néz ki, hogy van egy falunk, ott felépítjük az installációt, utána kábelezünk, elosztót szerelünk és programozunk, mert nem csak sima villanyszerelés van, hanem okos otthon, programozás és ipari automatizálás is. A megszerzett tapasztalatokat nem csak a tanulók tudják hasznosítani, az oktatók is hasznos tudással térnek haza egy-egy ilyen versenyről, ezeket pedig beépítik a következő diákok felkészítésébe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy durván 2 évvel a verseny előtt mi már kiválasztjuk a versenyzőt, elkezdjük felkészíteni, van egy kelet Magyarország és egy nyugat-magyarországi válogató, elkezdjük felkészíteni a versenyzőt, az utolsó néhány hónapban intenzív felkészülés van, ez azt jelenti, hogy napi 8 órában, vagy az előbb is mondtam, készül a versenyző a feladatokra. Villanyszerelésben sem az van már, mint régen, hogy oda megy a falhoz vés és berakja a kapcsolókat, most már 3, illetve 4 napos a verseny, attól függően, hogy Európa-bajnokság vagy világbajnokságról van szó, és az utolsó napot minden esetben programozás, tehát egy intelligens rendszert kell neki összeállítani és felprogramoznia. Fontos, hogy a versenyen indulók megfelelő szakmai tudással rendelkezzenek, ez pedig jóval több, mint amit ma Magyarországon a szakképzésben megtanulhat egy diák. Ezt a tudást angolul is prezentálni kell, de a stabil pszichológiai háttér is elvárás, hisz a versenyeket több százezren látogatják, ami zavaró lehet egy szakmáját kezdő fiatal számára. Bár a versenyek egyre népszerűbbek, még több tanulót szeretnének elérni a lehetőségekkel. 2021-ben kapta meg először azt a feladatot a területi kamara, illetve minden területi kamara, így a Szabolcs megyei kamara is, hogy a nemzetközi szakmai versenyeket, így a WorldSkills és a EuroSkills versenyeket népszerűsítsük a megyei fiatal szakemberek körében, ismertessük meg velük a nemzetközi szakmai versenyek rendszerét, és igyekszünk arra törekedni, hiszen eddig nem volt jellemző, hogy a megyéből is minél több versenyző tegye magát próbára a nemzeti versenyen, vagy nemzeti válogatón, és minél több megyei, Szabolcs-megyei fiatalnak szurkolhassunk a nemzetközi versenyen. Megyénkben az informatikai és a gépészeti képzés jár élen. Akár ezekből a szakágakból is indulhatnak a fiatalok egy-egy versenyen, amelynek hozadéka lehet a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és a milliós nagyságrendű anyagi elismerés is.